A NATO Ukrajnával közös katonai elemző és oktatási központot hoz létre a lengyelországi Bitkoszban. Ez lehetővé teszi például Ukrajna számára, hogy megossza az orosz háború tapasztalatait. Jelentette ki a NATO főtitkára a tagországok védelmi minisztereinek tanácskozása után. Jens Stoltenberg elmondta, 2024-ben a NATO európai tagországai összesen 380 milliárd dollárt fognak védelmi célokra fordítani, ami most először Éri majd el a hazai GDP 2%-át. Kiemelte növelni kell a lőszergyártást a készletek feltöltése és Ukrajna védelme érdekében. Az elmúlt néhány hónapban a NATO 30 milliárd dollár értékben kötött szerződéseket lőszergyártókkal. Jens Stoltenberg arra számít, hogy az amerikai kongresszus elfogadja az Ukrajnának nyújtandó 61 milliárd dolláros katonai segédcsomagot. Volodymyr Zelenszky aláírta a kanabisz orvosi célú használatát engedélyező törvényt, jelent meg az Ukrán Parlament honlapján. Az érintett növények gyógyászati, ipari és tudományos tevékenységet szolgáló forgalmazásának szabályozásáról szóló törvényt elsősorban annak érdekében hozták, hogy lehetőséget adjon a betegek, különösen a rákbetegségben és a háborúból eredő poszttraumás stresszavarokban szenvedők kezeléséhez. A kanabisz termesztését és értékesítését a jogszabály külön engedélyekhez köti. Emellett a termelőknek hozzáférést kell biztosítaniuk a rendőrség számára, hogy a termesztés helyszínén folyamatos videó megfigyelést folytathassanak. A kanabisz egyéb célú értékesítését, illetve szállítását továbbra is tiltják az országban. Az egészségügyi minisztériumnak listát kell készítenie azokról a betegségekről és állapotokról, amelyek esetén orvosilag javallottak a kanabisz alkalmazása. Denis Smihál ukrán miniszterelnök telefonon tárgyalt lengyel kollégájával, Donald Tuskal a két ország határán kialakult helyzetről. Az ukrán kormányfő sérelmezte, hogy a tüntető lengyel gazdák gabonát öntöttek ki lezárt ukrán teherautókból, amelyeknek Lengyelországon kellett volna áthaladniuk. A radikális retorika ebben az ügyben elfogadhatatlan, hangsúlyozta Denis Smihál. Az ukrán miniszterelnök arra is felhívta a figyelmet, Kijevnek és Varsónak össze kell fognia, hogy megakadályozza az orosz termékek európai piacra kerülését. Ukrán fuvarozók eközben szintén tiltakozó akciót indítottak a Dorohuszk Jahodin lengyel-ukrán határátkelőnél. A demonstráció szervezői elmondták, hogy lengyel fuvarozókat készülnek feltartóztatni, olyanokat, akik soron kívül próbál átjutni az ellenőrző ponton. Kocenko, a nyugati régió fuvarozói elnevezésű civil szervezet vezetője kiemelte lengyel oldalon a tüntetők óránként egy autót engednek át. A vezérkar jelentése szerint csütörtökön mintegy száz összecsapást történt a frontvonalon az ukrán fegyveres erők és az orosz hadsereg között. A védelmi erők három ellenséges támadást vertek vissza a harkivi területen található Szinkívka és Ivanivka közelében. Limánszk irányában a Donetszki területen Terny, Jampolovka és Veszelója térségében folytak a harcok. Ott az orosz hadsereg hat támadását sikerült visszatartani. Bakmut irányában az orosz csapatok tíz támadást hajtottak végre, de nem jártak sikerrel. Avgyívka térségében az ukrán védők továbbra is feltartóztatják az ellenséget, amely nem hagy fel a terület bekerítésére tett kísérleteivel. Amennyiben Oroszország megnyeri az ukrajnai háborút, akkor Moszkva valamilyen módon meg fogja támadni Európa országait, és a végén kirobbantják a harmadik világháborút, állítja Mihály Ló Podolják, az elnöki hivatal vezetőjének tanácsadója, az Unián Ukrán hírügynökségnek adott interjújában. A szakértő szerint hibás az az elképzelés, hogy Ukrajnának semleges országként ütközőzónát kell képeznie a NATO és Oroszország között. Mihály Ló Podolják figyelmeztetett. Ha Oroszország nyer, akkor a politikai tér és erőviszonyok teljesen átalakulnak.